Az eltehök azt tanácsolja mindenkinek, hogy próbáljon meg ebben a helyzetben a lehető legelőzékenyebb lenni a másikkal. Ugye most az elmúlt hetekben a hallgatóknak kellett az oktatókkal szemben előzékenynek lennie, hiszen nagyon kevés idő állt rendelkezésre, hogy az egyetem átálljon távoktatásra, és biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez nem okozott nehézséget, és könnyedén vette az akadályokat, viszont vannak olyanok is, akiknek ez nem volt annyira egyértelmű. És mostantól kezdve pedig, ahogy közeledünk a fél év vége felé, majd az oktatóknak kell a hallgatókkal szemben előzékenynek lennie, hiszen biztos vagyok benne, hogy lesznek technikai problémák a számonkérések során, és vannak olyan hallgatók, akiknek sajnos ez a mostani helyzet sok nehézséget okoz, legyen szó financiális nehézségekről, vagy akár bármilyen lelki vagy családi nehézségről, úgyhogy azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben a helyzetben az, hogy mindenki előzékenységet mutasson a másikkal szemben, és persze a már sokszor hallott tanácsunk az pedig az, hogy mindenki maradjon otthon, amennyire megteheti. Hogyha valaki keres minket, és valamiben kapcsolatban segítségre van szüksége, akkor általában először tájékoztatjuk annak a problémának a körülményeiről, hogy milyen szabályok vonatkoznak esetleg ezekre, kihez lehet fordulni, milyen opciói vannak a hallgatóknak. Ez általában a problémák nagy részében elégséges, és innentől kezdve a hallgatók saját maguk tudnak tovább haladni a problémáikkal, viszont vannak olyan speciálisabb, nehezebb helyzetek és esetek, amikor szükség van arra, hogy a hallgatói önkormányzat egyes képviselői, tisztségviselői személyesen további segítséget nyújtsanak, és akkor ilyenkor általában minden olyan ügyben, amiket nem tudnak egyedül megoldani, azokban mi közvetlenül segítünk a hallgatóknak is, és az ő érdekükben eljárunk azoknál, akik ebben az illetékesek. Nagyon sok kérdés érkezett az elmúlt hetekben hozzánk. Ezeknek a nagy része olyan probléma és kérdés volt, amit az idő előre haladtával egyre jobban és világosabban látunk, ahogy jöttek az ITM-től, a fenntartótól a tájékoztatások, valamint ahogy az egyetemen is körvonalazódni látszottak ezeknek a problémának a megoldása. Sok kérdés érkezett a végzősöktől, hogy hogyan lesz az ő záróvizsgájuk, hogyan fogják tudni a szakdolgozatokat leadni, hogyan lesznek a védések. A végzősökön kívül meglepő módon sok leendő hallgató is fordult hozzánk, hogy mi lesz az érettségivel, hogy lesz az egyetemi felvételi, fog-e indulni képzés szeptemberben, nyilvánvalóan fog. Sok kérdés érkezik be a különböző ösztöndíjakkal kapcsolatban, kiemelten a szociális támogatásokkal kapcsolatban, hiszen sajnos rengeteg olyan hallgató van, akit ez most rosszul érintett, hogy akár elvesztette a munkáját, vagy a hirtelen hazaköltözéssel különböző nem várt anyagi vonzatai voltak ennek az egésznek. Sok kérdés érkezik majd a számonkéréssel kapcsolatban, a mesterszakos felvételi, a nyelvvizsgák egy kiemelt kérdés volt, amire az utóbbi hetekben már mindenki választ is kaphatott. Kérdéses volt ugye az átsorolások kérdése, ez is egy olyan ügy, amiből most, amivel kapcsolatban felmentést kaptak az idei átsorolási időszakban, és hát sok kérdés érkezett ugye korábban a kollégiumokkal kapcsolatban. Itt hát az ELTÉ-n, hála Istennek, az első perctől kezdve jó volt ezzel kapcsolatban az eljárás és a kommunikáció, ugyanis az ELTÉ-n már az első körben mindenkinek teljes mértékben haza kellett költöznie, tehát minden személyes tárgyat is haza kellett vinnie, ez más intézményben nem volt ennyire olajozottan működő.
úgyhogy hála Istennek az eltén sok idejük volt a hallgatóknak haza költözni, de hát azért sokan voltak, akiknek nem 50-60 kilométerre kellett haza költözni, hanem 2-300 kilométerre. Sokan érdeklődnek, hogy esetleg mikor tudnak visszaköltözni a bent maradt, esetleg meg is bent maradt személyes tárgyaikat is, ugye mindenki félti, és hát ami még egy nehezebb probléma, az pedig a különböző mobilitási ösztöndíjakkal esetleg külföldön maradt hallgatók, és azok, akik most pályáznak ilyenekre, tehát ez a jöjjön-e valaki haza, menjenek ki, ez azért egy eléggé nehéz kérdés. Az egyetem többi részéhez hasonlóan a hallgatói önkormányzat is teljes mértékben átállt az elektronikus ügyintézésre és az elektronikus távmunkára. Az irodáinkban megszüntettük az ügyfelfogadást, és leálltak a rendezvényszervezési feladatok. A érdekképviseleti munka viszont a régiek szerint működik. Nyilván ez senkinek nem a legjobb munkakörnyezet, de én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki velem dolgozik, ugyanis ebben az időszakban is, és sok esetben ebben az időszakban kiemelten is fontosak azok, hogy felkészülten és határozottan tudjunk a hallgatók érdekei mellett kiállni. Ilyen kérdések például a rendkívüli tanulmányi és vizsgaszabályzat kidolgozása volt, valamint most az ösztöndíjakkal kapcsolatban azt gondolom, hogy extra feladataink vannak, hogy a szociális támogatásokban olyan módosításokat javasoltunk az elmúlt hetekben, amik megkönnyíthetik mind az igazolások beszerzését, ami most nagyon egy nehézkes dologgá vált, valamint, hogy olyan segítséget tudjunk nyújtani, ami ebben a különleges helyzetben egy valódi segítség tud lenni a hallgatók számára.